Sziasztok! Itt is lennék egy újabb Total War Róma 2 online csatával, és hát akkor jöhet is Sparta vs. Karthago. Én játszom spartaiakkal, ellenségem Karthago, hát lehet látni, hogy egy nagyon-nagyon kicsike karthagói sereg. Nem is tudom, hogy képzelte ezt, hogy most ennyi katonával jön és lenyom. Mivel tényleg, hogy nagyon-nagyon kicsi karthágói csapat egy ekkora spártai sereg ellen. Na de akkor kezdjük is azzal, hogy begyorsítom a játékot, és hát nem. Elmondom, hogy milyen katonáim vannak, szóval. Van 4 csapat Tarantin lovasom, 5 csapat Helot paritjás, van 2 csapat spártai hős, az egyik testőrség, a másik sima spártai hős, az egyik spártai hős természetes testőrség, ahogy mondtam. Mindegyiknek két bronzgerenda, van 2 csapat periolikói hoplitám, 3 csapat periolikói pikánsom, és 4 csapat spártai hoplitám, de az egyiknek van 2 bronzgerenda, igen, ennek itt. Ezeknek itt 2 bronzgerenda van, fejlesztve sokkal-sokkal erősebbek. Az ellenségnek van egy csapat afrikai harci elefántja, van 1 szekvet band, 2 csapat líbiai peltaszta, 1 noble kavarli, 2 karthágói hoplita, nem igaz, 1 karthágói hoplita, 2 líbiai gyalogos, 4 csapat afrikai pikás, és 1 noble fighter és 1 karthágói lovas. Itt próbálom bekeríteni az ellenséget és a tarantinjaimmal megölni az afrikai elefántokat, mivel ezek nagyon nagy veszteséget tudnak okozni, ha belefutnak az ellenségbe, főleg ha a hátba kapják vagy oldalba. De a secret bandosok mind távol tartanak, ugyebár ezek a secret bandosok nagyon királyok, de majd meglátjátok, milyen csúnyán alul fognak maradni az én spártai hőseimmel szemben. Elképesztő veleséget szenvednek majd szegények. Na a lényeg, hogy itt próbálja elkapni a lovasságomat. Ugyebár ez a bekerítéses dolog, ez nem is rossz, ugyebár mert ha a lovassággal belemegy, aztán jön ez a lovasság, és körbe kapnak, és elkapják a lovasságot is fel, és kaszálják őket. Itt folyamatosan próbálnak megölni, de itt lehet látni, hogy már nagyon nagy veszteséget szenvedtek el a secret bandosok. Lehet látni, hogy már alig vannak 118-an, mert az elefántjék megvadultak, szóval megvadultak, és lehet látni, hogy megöltek egy csomó embert. Ebből is megöltek már 48-at, itt is megöltek 8 embert, egy csomó secret bandosat. Szóval ez az elefánt több szövetséges katonát ölt meg, mint ellenségeset szerintem már. És itt el is kapták a Tarantin lovasságomat, de rengeteg noble fighteri, noble lovas és karthágói lovas meghalt már. Ugyebár ezek a Tarantinok nagyon-nagyon veszélyesek a távharcban, mivel a lovasság ellen vannak kitalálva, ledobigálják az ellenséges lovasságot lóról. És nagyon nagy közelharcban nem okoznak nagy veszteséget, de távharcban igen. Itt lehet látni, hogy a karthágói lovasság elkapta a tarantinjaimat, szóval nekik annyi. Szintén megint próbálja bekeríteni, de azért én sem vagyok valami mai játékos, szóval simán kicseleztük őket. Látom, a karthágói lovasság lehagyja a tarantint, vagy valami ilyesmi. A lényeg, hogy utolérték. Itt egyelőre nem folyik semmi küzdelem. Majd próbálom elkapni megint az elefántjait, és megölni a tarantinjaimmal, vagy legalább lesebezni az életerejüket, hogy annál gyorsabban meghaljanak. És lehet látni, itt beküldtem az egyik tarantin lovasomat a harcba, mivel nem még volt már sok lőszere, így inkább lefoglaltam az ellenséges lovasságot, hogy a nagyobb csapat tudjon elmenekülni. Mert többet ér egy nagyobb csapat, mint egy se. Így ezeket itt megölik, de legalább ez a Tarantin lovas egység nyugodtan el tudott menekülni. Már 66 embert megölt, és még vannak pont 66-an, szóval ahogy haltak, úgy öltek, ha úgy vesszük. Vagyis nem. Ahogy haltak, háromszorosat ölték. A lényeg, hogy a gyalogsági harc még nem kezdődött el, mivel a Tarantin lovasaimmal próbálom az elefántjait, már megint megfutom, megizéltek, az elefántok megtörtek, berage-eltek az elefántok, rengeteg izét is, és megölte a saját elefántjait, szóval ezek az elefántok rengeteg pénzt vittek el, ugyebár egy elefánt egység több mint 1000
200 dinár, vagy mennyi, 1800? Nem tudom pontosan. Lehet látni, megöltek egy csomó szövetséges katonát, és ellenséget egyet se szinte, szóval ez az elefánt egység, ez neki nagyon nagy vereség volt, és akkor kezdtem el egyből letámadni az ellenséget. Mikor láttam, hogy az elefántok meghaltak, na akkor mondom, na akkor most jött el a mi időnk támadás, mivel elefántok nélkül a gyalogság a szart se ér, szóval a kártágói gyalogság, ami itt van, ez abszolút a szart se ér. Az én Mighty Spartan Army mellett, szóval ez a kedves párti serege, majd látni is fogjátok, hogy rengeteg csatát fogok velük játszani. Szóval nem hogy ez a spártai seregem, hanem a spártaiakat nagyon szeretem, szóval nagyon sok csatám lesz a spártaiakkal. Na a lényeg, hogy itt a kártágói lovasság és a nobul lovasságnak annyi, mondjuk a nobul lovasságból még van 27, a kártágóiból van 15, megpróbálja elkapni a paritjásaimat, de a tarantinjaim lelövik a kártágói lovasságot. Alig érnek be, vagy 5-en, hogy berohamozzanak a paritjásaik közé, de az semmi. Itt a nobul lovasság elkapta a tarantin, de nem probléma már, mivel már a hadvezére meghalt, mivel elefántos volt, és a nobul lovasság mondjuk anélkül se adja fel, de amúgy sincsenek sokan, már alig vannak 10, szóval nekik annyi. Itt beküldte a két csapat líbiait, egy csapat periolykoi ellen, mondjuk a periolykoiokat, ha jól emlékszem, felkaszálják, de nagyon szépen fogják tartani ebben a hoplita falban az ellenséget. Mondjuk itt a spárti, és itt pont a két bronzgerendás spárti csapatom, ami nagyon király, mert felkaszálja ezeket a líbiai gyalogosokat. És ugye bár a lovassági harcot megnyertük, az már 50% győzelem, ha az előcsatározó harc szintén a miénk, mivel ki csak két csapat előcsatározója van, az már 75%-on van ugyebár megnyerni a csatát. És hát 100%, hogy mi győzünk, mivel a gyalogsága meg se közelíti az én gyalogságom erejét. Próbálja elkapni a tarantinjaimat, de hát annak semmi értelme, hogy üldözze a gyalogsággal. Abszolút semmi esélye nincs már a győzelemre. Se lovassága nincs, se előcsatározója, hogy valahogy visszatartson. Itt lehet látni, hogy a líbiai gyalogság, hát jó nagy veszteségek árán, de harcol. Az én spártai katonáim ellen, meg a periolykoiok ellen. De a spártai katonák hoplita falban vannak, így nagyon nehezen tudják őket megölni. Nagyon-nagyon erős a védekező képességük. Itt pedig elkezdődött a mercenári Noble Fighter, na az nagyon-nagyon veszélyes egység, és csodálkozom, hogy nem vettem célba az előcsatározóimat, szóval inkább lőttem a pikásokat, mint a Noble Fighter-t. Mondjuk nem is nagyon volt rálátásunk, hogy ne lőjük meg a sajátjaikat, meg amúgy is spártai katonák feltartják a Noble Fighter-eket simán, lényeg az. És itt belerontottam az ellenségbe sajnos, ezével tarantinokkal. Pikába, az nagyon nagy hülyeség volt. Itt pedig bekerítettem a csapat líbiait, szóval ezeknek itt annyi. És elkezdődött a spártai hős mélyes Secret Band harc, ami nagyon csúnya lesz, szóval ők vannak 118-an, mi vagyunk 120-an, ugyebár mindenki úgy volt, mondta azt, hogy mikor megjelenik a Rome 2, jaj, fasza lesz a Secret Banddal játszani, de valójában olyan szarok, hogy az valami hihetetlen. És hát ezt meg is nézhetjük, szóval eddig meghalt egy spártai hős, de már megöltek több mint 20-at Secret Bandból. Igaz, hogy két bronzgerenda van rányomva az én spártaimra. Még mindig egy se halt meg, de megint megöltek már vagy 6-7-et. Szóval nagyon-nagyon alul maradnak a Secret Bandosok a spártai hős ellen. Itt bekerítette a spártai katonáimat, de a líbiai gyalogság az egyik meg is tört. Én próbálom itt lőni az afrikai pikásokat, ugyebár a csomó paritjásom még tele van lőszerrel. Itt a spártai hoplitáim szintén ölik a pikásokat, ezeket itt megtörtük. Még mindig nem halt meg egy, csak még mindig csak egy spártai hős halt meg, de megöltek már vagy 30 vagy 40 izét Secret Bandosat. Szóval a spártai hősök megeszik a Secret Bandot. Nem hogy lenyomják, hogy felveszik vele a harcot, megeszik a Secret Bandosokat. Pedig mondjuk alap, hogy a spártai katonák jobbak így láncsa harcban, mint akármelyik frakciónak a katonája, de hát azért a Secret Bandon szerintem mindenki többet vár, de nagyon, valójában nagyon-nagyon gyengék a Secret Bandosok tényleg a játékban. Na megöltek, ha jól emlékszem, két spártai hős halt meg a Secret Bandos által, és be is romoztam nekik a hátukba, és meg is törtek. Correct.
És kb. Ennyi lett volna a csata, amivel a játékosunk feladta, mivel látta azt, hogy nincs esélye. Szóval sokan mondták azt, hogy hú, mikor megjelenik a Rome 2, akkor annyira jó lesz játszani a kártágóiakkal, mert lesznek a szekret bandosok, és azok nagyon faszán néznek ki meg minden, de valójában annyira szarok srácok, hogy nem érdemes használni őket, mert nagyon gyengék, szóval szart se érnek a kártágói szekret bandosok. Inkább tegyél helyette két líbiait, vagy valami ilyesmi, azt sokkal többet érsz vele. Na de hát, köszönöm a megtekintést, sziasztok!